Vármegyéről Vármegyére. Pest. 22 kilométer hegyi kanyargás. Börzsöny, kisvasút. Pest vármegyében, a Börzsöny völgyeiben régen 7 kisvasúti hálózat futott, összesen 200 kilométer hosszan. Ezeket elsősorban fa- és kőszállításra építették ki. A hegység első kisvasútját, a Királyrétit, 1893-ban építették. 1908-ban épült a Nagybörzsönyi kisvasút első vonala, Ipolypásztó és Nagybörzsöny között. 1910-ben a kemencei kisvasút építése kezdődött meg a Kemence-Királyháza-Királykút vonallal, 1912-ben folytatódott a Szob-Márjanosztrai-Kőbánya vonallal. A trianoni békediktátummal Ipolypásztó Csehszlovákiába került. A Nagybörzsönyi kisvasút ezzel elvesztette nagyvasúti kapcsolatát. Ezért megkezdték egy összekötő vonal építését Kisirtás, Nagyirtás és Márjanosztra között a Szobi kisvasúthoz. 1957-ben létrejött a transzbörzsönyi hálózat. 1974-ben egy vonatbaleset után a Nagyirtás puszta Márjanosztra vonalon megszűnt a vonatközlekedés. 2016-ban újra átadták ezt a 6,5 kilométeres szakaszt, így megint végigutazható a Szob és Nagybörzsöny közötti erdei vasúti hálózat teljes, több mint 22 kilométer hosszú vonala. Ez ma Magyarország egyik leglátványosabb hegyi pályája, a vonala szűk patakmedrek partján, sűrű erdőkben kanyarog, irányfordítóval, belső vezetősínnel és hármas hurokkal jut át a meredek részeken. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.